Két győzelmet aratott és egy döntetlent jegyzett a bajnokság alapszakaszában a Tigrecetefeger férfi felnőtt csapata a vízilabda OB1-ben. 7 pontjával az együttes a 11. helyen végzett az alapszakaszban, és az alsóházi rájátszásba került. A lebonyolítása a válogatottak világversenyei és az olimpiai felkészülés miatt változott. Tóth Kálmán szerint, ha nincs rutin és elegendő mérkőzésszám, akkor nagyon nehéz csapatot építeni, a játékosokat naponta tanítani, illetve az eredményességre is figyelni. Ha azt nézzük, hogy honnan indultunk, és a játékosok hol tartanak most tanulás, képzés és oktatás terén, akkor tényleg van egy markáns fejlődés. Ha azt nézzük, hogy ez nem annyira párosult eredményességgel, azt azért ne vegyük ki, hogy utolsó másodpercben kapott ejtésgól, most a mérkőzés egy fontos részén 5 méteres hibáztunk, amit két gólos vezetésre mehettünk volna bele a harmadik negyedbe, tehát a szerencse faktor sem volt igazából a csapat mellett. A vezetőedző úgy látja, tanulniuk kell a fiataloknak, meg kell élniük a különféle helyzeteket, hogy aztán értékesek lehessenek az egri vízilabda klub számára. A következő 3 hónapban megpróbálják az egyéni képzésre, a taktikára helyezni a hangsúlyt. Az eredményesség nála a sor végén áll, annak örül, ha látja, hogy fejlődnek a játékosai. Alapozzunk, képezzünk. Nagyon nehéz, hiszen csak márciusban fog indulni újra a bajnokság. Addig nem nagyon lesz ilyen tétmérkőzés ennek a csapatnak, pedig nagyon hiányzik. Én nagyon sajnálom, hogy vége lett, én nagyon sajnálom, hogy ilyen a lebonyolítás, mert ha még lenne 4-5 ilyen mérkőzésünk, akkor biztos, hogy egy nagyon jó kis végjátékban az, amikor a money time jön, amikor majd a helyezésekről döntenek a csapatok egymás között, akkor biztos, hogy egy acélos gárda lehetne. A rájátszás március elejétől április elejéig tart. Ekkor a Miskolc, a KSI és az UVS-e látogat majd Egerbe, míg Szentesre és Pécsre a Tigrecetefeger utazik. A gárda emellett a Komjádi kupában is szerepel, és lehet, hogy 4-5, de lehet, hogy csak 2 mérkőzést játszanak majd a szerencsés sorsolástól függően.